Simon Miklós vagyok, 26 éves mérnök. Technológia tervezőként dolgozom. Az elektromos motorok és hajtások gyártás tervezésével, a gyártás fejlesztési lehetőségeivel foglalkozom. Ez egy kimeríthetetlen és még sok tekintetben ismeretlen terület. Minden, ami új, ami fejlődést jelent, izgalmas feladat. Az elektromos energia mind szélesebb körű elterjedése az autóiparban az emberek életminőségét javítja. Az elektromos meghajtású járművek sokkal kevésbé szennyezik a környezetet, így mi, akik ezeknek a technológiáknak a fejlesztésével foglalkozunk, igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Segíthetünk a világnak egy kicsit könnyebben lélegezni. Ez motivál minket, amikor tervezünk, amikor újabb és újabb műszaki célokat tűzünk ki magunk elé. Az Audi mindig is élen járt a fejlődésben, az elektromos meghajtások pedig kiemelt terület vállalatunk számára. Nagyszerű érzés a jövő mobilitását meghatározó elektromos motorokkal foglalkozni. Ahhoz, hogy megújítsunk valamit, magunknak is meg kell újulnunk. Hatalmas élmény volt számomra, amikor a koncern egyik elektromos autóját vezethettem. Akkor döbbentem rá, újra értelmezzük a mobilitást. A fejlődés, a fejlesztés az Audi alapvető jellemzője, és ez vonatkozik valamennyi munkatársára, így természetesen rám is. Már most tudom, mennyire büszke leszek, amikor meglátom az első olyan elektromos motorral szerelt Audit az utcákon, amihez én és magyarországi kollégáim is hozzájárulhattunk. A jövő Győrben épül, de úgy is fogalmazhatnék, hogy a jövőt Győrben is tervezzük.